Varrás, az emberi kéz alatt szaporodik az öltés, színesedik a minta, alakul a forma, készül az alkotás. A goblein is ilyen, minden korosztály szívesen tevékenykedik vele. Sokan azt mondják, élvezet, már magát a témát is megtalálni, és hozzá a megfelelő színeket. Továbbá végig kell gondolni a varrás sorrendjét, ami akár a munka közben is változhat. Bátran kell dönteni nem csak a színhasználatról, hanem az adott minta kialakításáról is. Mindebbe szeretett bele 5 évvel ezelőtt a 83 éves Manzinger László is, akinek nemrég nyílt kiállítása a Magházban. Hajóztam, és akkor ott láttam, a könyvből nézegettem ki ezt a goblent, és akkor már ott próbálgattam, még hajóztam, és akkor ráértem télen, és akkor megpróbáltam, hogy sikerül. Hajóztam 17-18 évig, huszárkormányos voltam, a Dunán végig hajóztam, és akkor azt meguntam, akkor bejöttem a sejemgyárba gépszerelőnek. És akkor itt a szövődében voltam, a szövőgépeket állítottam be. Az alkotás varázsa, a kreativitás izgalma az, ami megszállottá tudja tenni a goblenvarrókat. Egy nagyobb alkotás elkészítése több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet. 3-4 hét, ha igazán ráállok, ha nem, akkor meg hát tovább tart. Az idegrendszemet levezettem ezzel. Én nagyon szerettem ezt csinálni. És hát jobban szerettem, mint a szakmámat, a gépszerelő voltam, géplakatos volt a szakmám, de inkább ehhez húztam. Alapvetően kétféle goblen létezik, amelyeket a felhasznált, többnyire előfestett anyagok különböztetnek meg egymástól. Utóbbi azt jelenti, hogy a hímzőnek nincs más dolga, mint a megfelelő színnel a megfelelő helyre ölteni. A goblen egyik fajtája kislukú, merev kanavára vagy gyöngyvászonra készül, vékony pamut fonallal, ez a tűgoblen. Túl nagy technika nem kell hozzá, a varrás kell. De hogy elbillentek, akkor bizony vissza kell fejtegetni, úgyhogy normál oda kell figyelni, minden meg a színekre oda kell figyelni nagyon. A másik hazánkban talán jobban ismert, vastag gyapjú fonallal, nagy lukú merev kanavára hímzett változat. Manzinger László azt mondja, nem csak képeket szokott készíteni. Van az X-varrás is, ha tetszett hallani, van X-varrás is. Azt is csináltam, a diszpárnát csináltam, abból X-varrással. Bármit megvarrok. Én szeretek csinálni. Ide az idegeimet levezeti. Ezek a kedvencem. És miért? Mert úgy kaptam Ausztriából. És az ausztriai kép más ízű térnökő hozzája. Ittem küldött nekem sodorni, más összetetni, hogy meglegyen az a vastagság. Úgyhogy nagyon ez egy bonyolult izé volt nagyon. Az idős férfi elmondása szerint nem tervez újabb kiállítást, de a varrás iránti szenvedélyét továbbra sem adja fel. Thank you.